Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Színes műsorral zárták az évadot, András napig guzsajas tartottak Garán. A Gyergyó-Szentmiklósi delegáció is részt vett a Petőfi 200 és az Ezerfát Dombóvára programsorozaton. Cserna Keresztúri Hagyományőrző Egyesület. 140 éve annak, hogy a mádéfalvi veszedelem után Bukovinába menekült székelyeket visszatelepítették az akkori anyaországba, így 1883-ban közel 5000 bukovinai székely lelt új otthonra három faluban, Hertelendi falván, Sándoregyházán és Székelykevén. A három aldunai falu lakói ma is őrzik székely identitásukat, hagyományaikat, és azt is számon tartják, hogy őseik hajdan Csíkvár megyéből kényszerültek Bukovinába költözni. Az évforduló alkalmából erről az időszakról mesélt Szőcs Zoltán, a Völgységi Múzeum egykori igazgatója. A bukovinai székelyek aldunai telepítésének 140. évfordulója van. Ennek apropóján megpróbálom összegezni azt a folyamatot, ami az aldunai telepítéshez vezetett. Mindenképpen Madéfalvánál kell kezdenünk, Madéfalvi veszedelemnél, tehát a bukovinai székelyek születésnapja ez a nap, 1764. január 6-áról 7-ére viradó éjszaka, ez a madéfalvi véres vízkereszt, ahogy annak idején nagyon szépen az emlékműnél összefoglalták, a sikulicidium. Maga a latin szó székelyölést jelent, és hogyha összeadjuk a római számokat, kijön az 1764. Tehát ez egy olyan évszám. Itt van ugye az emlékmű, itt az év, gyakorlatilag ez a születésnapja a népcsoportnak. Na most ez a időszak, tehát a megtelepedés, ez úgy történt, hogy először Moldvába menekültek. Moldvába töltöttek körülbelül 10 esztendőt, és 10 esztendő után Hadik András, Erdély főhadparancsnoka és gubernátora, a bukovinai birtokára gyűjtötte össze a Moldvába menekült magyarokat, és így születnek ugye a falvak. 5 falu maradt meg tartósan, az első 2 1776-77 Isten segítség, fogadj Isten, azután Hadikfalva, a későbbi legnagyobb falu, majd Józseffalva és legvégül pedig Andrásfalva maradt meg, más nevű falvak is voltak, csak ez az 5, ami tartósan megmaradt. Na most ők itt a koronához, tehát a osztrák császárság területére kerültek, és ez egy sok nemzetiségű vidék volt, ahol ők voltak a magyarok. Tehát bukovinai magyaroknak nevezték őket, Bukovina földjén kialakították ugye az életüket. Itt egy házbelsőt és egy párt látunk, ezek ugyan kicsit későbbiek, de nagyon fontos ez a grafikon, amely mutatja, hogy a bukovinai lakosság száma megsokszorozódott, 1790-es év van itt, és látjuk, az 1890-ben meg 5-szöröződött a bukovinai székelység, tehát rendkívül szapora népesség volt. Gyakorlatilag ők jó részt az erdélyi szabad székelyekhez tartoztak, és itt viszont jobb sorba kerültek, sanyarú sorsuk volt ilyen szempontból. Itt a birtokosokkal sokat hadakoztak, végül is a 19. század közepén megtörtént ugye a jobbágy felszabadítás, a birodalom szerte, és akkor szabadultak meg ugye a robottól is. Ezután a viszonyok eléggé mostohák maradtak, nem volt iskola, nem volt megfelelő templom, és munkalehetőség sem, ezért moldovázni kezdtek, tehát Moldovába jártak dolgozni, hogy fel tudják tartani. Ugyanis az ő birtokaik, tehát a faluhatár sokkal kisebb volt, és a túlszaporodás eredményeképpen kénytelenek voltak a kirajzáshoz folyamodni. Ez először időszaki volt, és utána pedig már bejárták még Havasalföldet is, ugye munkát keresve, Moldvát, Havasalföldet, Beszarábiát bejárták.
fordulat akkor következik be, amikor egy 48-as hős, Druzsbácki György kerül Isten segítsre, és ő az, aki felismeri ezt a problémát, hogy itt iskolára van szükség, papokra, saját kebelükből származó papokra, tanítókra van szükség, és ezért Magyarországra megy, és a Szent István társulat először, majd később az ő hatására megalakuló Szent László társulat felkarolja a határon kívül élő magyarok ügyét. Könyveket küldenek, és gyakorlatilag a reformkorban már fölmerült, ugye, hogy a véreinket hozzuk haza, keleti Kárpátokon kívül lévő véreinket. Ez most újra napirendre kerül, és ebben az ő általa Magyarországra hozott egy személynek, egy istensegítési születésű személynek, László Mihálynak van igen nagy szerepe. Tehetséges ifjúként Esztergomban végzi a középiskoláit, és ott már kiderül, hogy ő nagyon tehetséges, jó íráskészsége van. 4 pályadíjat nyer, ugye az iskolai füzetekben ez meg is jelenik, és akkor azt mondják, hogy ne tanító legyen, ne pap legyen, hanem végezzen jogot. Mert az ugye a politikai szereplésnek, a közéleti szereplésnek ugye az útja, ő a legtehetségesebb, és innen indul el ő a Budapesti Egyetemre kerül, és jogot kezd végezni, sőt, egy évet Bécsben is tölt, ami nagyon jó alkalom világlátásra, nyelvtanulásra. Tehetsége kibontakozik, már egyetemi évei alatt megszületik 1869-ben az első írása a bukovinai székelyekről, és ez az első nyomtatott abban az időben, amit kiadnak, összegzi a bukovinai székelyeknek ugye a jelenlegi helyzetét. László Mihály egyetemi évei alatt újságíró és író. Mikszáttal együtt indul, tehát nem, és nem akárki lesz a jó barátja, még Jókai, de Ötvöst is megkeresi, mert küldetéstudata van. A küldetése az, hogy hozza haza a népét Magyarországra, Bukovinából. És ez a küldetéstudat vezérli őt egészen a beteljesülésig, 1882-ig. 1882-ben alakul úgy a nemzetközi helyzet is, mert ez már 77-ben érlelődik, sőt 74-ben, amikor a Honban megjelenik az első komoly írása a bukovinai székelyekről, akkor a kormány kiküldi őt Bukovinába, hogy tájékozódjon. Egy memorandumot fogalmaz meg, és a kormány ezután már látja azt, hogy itt egy olyan népcsoport van, látjuk azt, hogy hát akkor még nem 10 000 ember, de olyan 7-8 000 fő lakott ugye az 5 faluban, akik megtartották a székely szokásaikat, magyarságukat, nyelvüket, annak ellenére, hogy az iskoláztatásban és a vallási élet gyakorlásában a feltételek nem voltak túl kedvezőek. Na most a memorandum után a boszniai okupáció, tehát egy háborús helyzet volt az, az orosz és török háború kirobbant, ami elodázta. 82-ben érik meg a helyzet, 82-ben a Fogadj Istenek, Isten segítségek a magyar kormányhoz is folyamodnak, és 82-ben jelenik meg a Keleti testvéreink, a korábbi cikk sorozata egy kötetben. Ez a kötet tehát azt mondhatjuk, hogy azóta még 2 kiadást megért, 2012-ben volt talán az utolsó, és máig alapvető forrás a bukovinai székelyek és a moldvai csángok számára. Na most a 82-es bizottság az parlamenti képviselőkből állt, és László Mihályból. Ez volt a keleti határainkon kívül élő magyarok hazahozatalára szerveződött bizottság, és mivel a moldvai csángók voltak a legtöbben, ezért lett Csángó Bizottság. És ez úgy rajta is maradt, olyannyira, hogy Csángó Magyar Egyesületként születik újjá 1883-84-ben ez a szervezet,
Akkor is jó részt a országgyűlési képviselők voltak, és László Mihály lett ugye a főtitkára ennek az egyesületnek. Az egyesületnek és a bizottságnak a feladata az volt, hogy megteremtsék a költségeket a bukovinai székelyek hazahozatalára. A Csángó bizottság részéről Odeszkalki Artúr és nagy mesemondóvá vált későbbi Benedek Elek és Szádeszki Karlos Ajos történész megy ki a bukovinai falvakba. Ők már készülődnek, eladnak ugye mindent, igyekeznek. Hát sajnos csak egy ilyen elkótyavetyélés lesz belőle. Időközben a vonzások és taszítások érvényesülnek, mert az aldunai helyszín válik valóssá, ugyanis az ármentesítések során ez a szakasza a Dunának, ami napirendre kerül. És az ármentesítések kapcsán kincstári birtokok maradnak, kielégítik a gyérlakosságú bánát földigénylőit, de marad föld, és erre a földre telepítik ugye a bukovinai székelyeket. 1883. április 1-én indul el az első vonat Magyarországra, és ezt követően a aldunai telepítés kormánybiztosa által számított 200, majd 300 család helyett több mint 1000 család jön el. Az elszegényedés, a túlnépesedés, a földhiány, tehát egy taszító hatás érvényesül, viszont egy probléma van, hogy a 200-300 család helyett háromszor annyi jön. Tehát erre nincsen felkészülve sem a kormány, biztos sem a kormány, és ez hát nagy problémákat okoz. Végül is a telepítés eredményeképpen így létrejönnek az aldunai székely telepek, amely telepek hát eléggé viszontagságos körülményeket élnek meg ezután. Lesz a 80-as évek második felében egy nagy árvíz, a három közül kettőt kiönt, a harmadik, mivel magasabban volt, ez megmarad, de viszont nehéz körülmények közé kerülnek. A székely emberek, akik földműveléssel foglalkoztak ugye a bukovinai térszínen, ők hát nem kubikosok. Tehát ahhoz a földmunkához, amit igényelne ugye az ármentesítés, hát ők nincsenek felkészülve. Tehát nagyon keserves itt az élet, mocsaras, vizenyős terület. Bukovinában ugyan folyóparton éltek, ugye Szucsáva mellett, de azt mondhatjuk, hogy a Kárpátok bércei látszottak, tehát ott a levegő sokkal tisztább és egészségesebb volt. Itt mi az más, mocsaras, vizes, vizenyős terület volt, ennek a szikkasztása a feladat. Ilyen hát földbe vájt kunyhókban éltek, amelyek nedvesek voltak, kórházat kellett létesíteni, mert sokan megbetegedtek, családostól jöttek. Tehát a Nagy György, a kormánybiztos abban reménykedett, hogy munkára kész férfi emberek jönnek, ugye, akik majd a mentesítést végzik, de családostól jöttek, tehát a taszító hatás nagyobb volt. A Garai Székelykör Egyesület egy András napi guzsajassal zárta az idei évadját. A hétvégi eseményen több kórus és tánccsoport is fellépett, többek között a Hőgyészi Székelykör egyik gárdája is. A műsort egy közös vacsora követte, majd táncházzal zárták a rendezvényt. Az év végének közeledtével a Garai Székelykör Egyesület színes műsorra készült az András napi guzsajosra. A rendezvényen sok szeretettel vártak minden érdeklődőt a település művelődési házába. András napi guzsajos egyesületünk évadzáró eseménye. A kezdetekben egy baráti beszélgetéssel és vacsorával zártuk az évet egyesületünk alapításának idejében. Azután kibővült az esemény,
művészeti csoportjainkat is felléptettük. Egyre több vendég, hozzátartozó érkezett az ünnepre, egyre több fellépőnk volt. Itt a kultúrházban nagyon jó helyszínünk van, szép, bő színpaddal, hangosítással, minden adott egy kulturális műsorhoz, egy vacsorához, majd egy táncházhoz. A fellépők és a gyerekek felléptetésével arányosan növekszik a nézőszám is, hiszen a szülők elkísérik a gyerekeket, baráti társaságokat hívnak, így egyre nagyobb lett az érdeklődés, egyre többen léptek fel. A jelen pillanatban is a szülők, nagyszülők hozzátartozók, illetve az egyesületi tagság. A fellépők között a helyi csoportok mellett a Bokréta Néptánc csoport is bemutatkozott a színpadon. A Hőgyészi Székely Kör gárdája először járt a garai rendezvényen, mint fellépő. Hőgyészen a táncsoport mellett más lehetőség is van az ott élőknek a székely hagyományok ápolására. A hazai művészeti csoportok, asszonykórus, gyermek, ifjúsági, felnőtt tánccsoport mellett minden évben hívunk vidéki székely egyesületet is, együttest is, legyen ez ének vagy tánc. Most a Hőgyészi Székely Bokréta csoportot hívtuk meg. Régi barátaink, ismerőseink még nem voltak nálunk, úgyhogy nagy szeretettel látjuk őket itt Garán. A Hőgyészi Székely Kör Bokréta Néptánc csoportja érkezett meg ma ide Garára, meghívásnak elegettéve. Szerintem nagyon régen jártunk itt még utoljára. Hőgyészen kettő tánccsoport van egy utánpótlás együttesünk, az a Kisbokréta, de most a felnőtt csapattal érkeztünk meg 12 párral, azért, hogy bemutatkozzunk itt hosszú idő után újra Garán. A Hőgyészen a táncokkal, a gasztronómiával, egy székelyháznak a felépítésével őrizzük a hagyományokat bukovinai székelyként. A fellépő tánccsoportok és kórusok több produkcióval is készültek. A fiatal táncosokat a repertoárról kérdeztük. Bukovinai, a gólyás, az elküldték gyurkát, a tarka barka rokolyámnak, a nescsak pajtás, meg a templom kerítésbe. Itt Garán táncolok a nagyobb bacskákba és az ifjúsági tánccsoportba is, és 2016 óta. A nagyobb bacskák tánccsoport bukovinai táncokkal, az ifjúsági magyarbőd és gyöngyfalvi táncokkal készült. A nemzetiségi hagyományok ápolása már egészen kiskortól fontos. A tánc és a zene talán a két legnépszerűbb formája a szokások őrzésének a fiatalok körében, de a Bács-Kiskun vármegyei székely ifjúság az oktatás keretén belül is találkozik a kultúrával. Az iskolában mindig megrendezik a mesemondó és a versmondó verseny, és én mindig szoktam rájárni. Ha valaki már egy tánccsoport tagja, akkor nem csak az identitását ápolja, de egy jó közösség részévé válhat, és szoros baráti kapcsolatokra tehet szert. A fiatalok számára fontos, hogy egy olyan környezetbe is jól érezzék magukat, ahol egyben a felmenő kultúráját is ápolják. Itt egy közösségbe tudunk tartozni, és nagyon fontosnak tartom a modern világban a közösségeket. Fontos az embereknek a származásuk és a hagyományaik, és itt meg tudják ezt élni. Én nagyon szeretem a néptáncokat, meg a népdalokat is, és én valójában ezért táncolok. Mint minden nemzetiség életében, így a székelységnek is fontos a kultúra továbbadása. Ha a szokások, történetek a feledésbe merülnek, a következő generáció nemzetiségi identitása nem tud kialakulni. Ezért is fontos, hogy közösen dolgozzunk a kultúra életben tartásán és továbbadásán. Minden korosztálynak más és más jelent az a mai este. A gyerekeknek szórakozás, fellépési lehetőség, együttlét, a felnőtteknek is egy jó együttlét, egy találkozás, és akinek vannak székely gyökerei, azokban meg kialakult az identitástudat, ugye felismeri a díszítésbe a festékest, vagy a mi népművészetünkhöz tartozó tárgyakat, ugye ami
esetleg a nagymamáknál, dédiknél láthatott a házban, illetve hallja azokat a táncokat, énekeket, amit egykor a nagyszülők énekeltek vagy táncoltak, illetve sajnos újra is kell tanulni ezeket a táncokat, énekeket, úgyhogy mindenkiben azt hiszem más, de ez meg kell érni, hogy mit jelentsen székelynek lenni. Fölgyészen nagyon sok bukovinai székely leszármazott él, és az ő tiszteletükre, az ő unokáik, gyermekeik, dédunokáik révén fontos, hogy ez az érték, a bukovinai székelyek értéke, a hagyományai fennmaradjanak, és ehhez mi adunk kedvet másoknak is. A Garai András napi guzsajos színes műsorát egy közös vacsora követte. A rendezvényt táncházzal zárták, ahol az Iszkába zenekar biztosította a zenét. Az Ezer fát Dombóvárra és a Petőfi 200 program keretében ültettek fákat Dombóváron. A Gyergyó-Szentmiklósi testvértelepülésről is érkezett delegáció és segített az ültetésben, valamint részt vett az egésznapos program sorozaton. Játszunk együtt, hogy bejárhassuk a költő útjait. Ezzel a szlogennel indult a nap a Petőfi 200 program sorozat keretében. A megmozduláshoz csatlakoztak a Gyergyó-Szentmiklósi testvértelepülés vendégei. Többféle elfoglaltságba vettek részt a gyerekek és a felnőttek is egyaránt. Ezért májusban indítottuk el ennek a rendezvénysorozatnak a tervezését, és nagyon-nagyon örülök, hogy a város összes általános és középiskolás pedagógus kara részt vett ebben a szervezésben, és egy nagyon jó programot állítottunk össze. Ezek után, miután mi megbeszéltük, hogy mi lenne, ha ezt megcsinálnánk, akkor gondoltunk arra, hogy megkeressük a Gyergyó-Szentmiklósi testvértelepülésnek az iskoláit, és így jutottunk el a gimnáziumhoz és a Fogarasi Mihály általános iskolához, őket is bevontuk ebbe a programba. Volt versmondó verseny különböző korcsoportokban, rajzverseny különböző korcsoportokban, társasjáték készítő verseny, ami nagyon-nagyon jól sült el, és ezen kívül pedig ilyen eszéírás, meg hasonlóak. A póló, amit terveztettünk, az is verseny alapján alakult ki, és ma volt délelőtt egy kvízjáték a középiskolások, tehát a Gyergyói és Dombóvári középiskolások között volt egy nagyon jó kvízjáték, amin a gyerekek részt vettek, nagyon tetszett nekik, nagyon örültünk, és egy pizzázással zártuk délben ezt a vetélkedőt. Holnap pedig elviszük a gyerekeket, a győzteseket a parlamentbe, ahol vendégül látnak bennünket is, ahol egy megnézhetjük a parlamentet belülről, és hogy hab a tortán, már megrendeztük, vagy meghirdettük pontosabban az almás süti versenyt. Ennek is győztesei vannak, de az igazi győztesek a gyerekek lesznek, akik a szünetben megehetik az almás süteményt. Ennek kapcsán ugye egy Petőfi 200, és mivel a városban faültetés zajlik, arra gondoltunk, hogy itt 4 órakor a gyergyói gyerekekkel együtt, és dr. Szilágyi Péter államtitkár helyettes úrral együtt ültetünk el fákat ennek a Petőfi 200 programnak a zárásaként. A gyergyó-szentmiklósiak is nagyon jól érezték magukat. A faültetés egy nagyon emlékezetes esemény lesz számukra, amiben szívesen vettek részt. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk Dombóváron. Gyergyó-Szentmiklós és Dombóvár testvér települések kapcsolatát próbáljuk felerősíteni, ápolni. Örvendünk, hogy itt lehetünk, szép programokon vettünk részt. Délelőtt részt vettünk egy kvízműsoron, ahol a városunk és Dombóvár város iskolás csapatai vettek részt. Ez nagyon izgalmas volt, megcsillogtatta mindenki a maga tudását, utána pedig voltunk egy helytörténeti sétán, a helyi múzeumban kalauzoltak el bennünket, és ott időztünk, ott ismertük meg Dombóvárnak a történetét. A Petőfi 200 emlékév tiszteletére ültettünk el 4 fát, közösen a 2 város, a diákok. A közös együttlét nagyon jól sikerült. A szép idő is hozzájárult az eredményes faültetéshez. Nagyon jó hangulatba telt a nap, és izgatottan várták az esti Petőfi Gála műsorát, ahol kiderültek a versenyek eredményei. A díjazottak ellátogathatnak a parlamentbe is. A napot színes rendezvényekkel zárták. Bonyhádon a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztiválon hatalmas sikert aratott a Cserna Keresztúli Hagyományőrző Egyesület. Most a műsorukból mutatunk egy kis ízelítőt. Thank you.
Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!